Nagy volt a nyüzsgés a domovári Szent Orsolya Bencés iskola központban, ahol egy régi hagyomány, a disznóvágás elevenedett meg. A program nem új keletű az intézményben, ahol nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a diákok találkozzanak azzal a téli időszakra jellemző, falusi életben megjelenő hagyománnyal, ami a megélhetéshez szükséges húskészítmények előállítására hivatott. Az iskola körülbelül 10 évvel ezelőtt csatlakozott egy programhoz, amely olyan sikeresnek bizonyult, hogy azóta ez hagyománnyá vált náluk. A nap ilyenkor korábban indul, hogy a régről jött szokás minden részletével, köztük finomságaival és munkafázisaival is megismertessék a diáksereget. Az ötlet az pedig körülbelül 10 éve egy pályázaton keresztül jött, az volt a címe a pályázatnak, hogy Menő Menzák, és akkor találtuk ki azt a címet, hogy disznóvágás egészségesen. És aztán annyira megtetszett itt ez a program, hogy hagyományt csináltunk belőle. Igaz, hogy az elmúlt 2 évben nem tudtunk a járvány miatt, de hát most óriási készülődésre megint megvalósul idén a iskolai disznóvágás. Fél 7-kor kezdődik, amikor is levágott fél disznókat hoznak ide, most 2 disznóból, tehát 4 fél, és akkor elkezdődik a feldolgozása. És egy igazi nagy családként működik ilyenkor az iskola, tehát a tantestület hölgy tagjai azok főzik a rizst, meg amit kell ilyenkor, hagymát, a fiúk szétbontják a disznót, darálják a húst, és később töltik a kolbászt. A gyerekek pedig legalább 2-szer, de inkább 3-szor a nap folyamán lejönnek, hogy különböző fázisait lássák a disznóvágásnak. A szülők is támogatólag állnak a kezdeményezés mellé, miután sok helyütt már nem vágnak disznót az év folyamán, így a gyerekek legalább az iskolai rendezvény alkalmával betekintést nyerhetnek az ilyenkor elvégzendő feladatok sorába. Igazából semmiféle negatív hangja nem volt a dolognak, és ugye hozzátartozik, hogy holnap az ebéd, azaz itt itteni termékekből lesz, tehát ilyen hagyományos disznótoros ebédet kapnak a gyerekek, tehát kisütjük ezt a hurkakolbászt, ami ma készül. Vannak olyan kollégák, akik véletlenül óckodnak, vagy írtóznak a disznóvágásra, és ők ilyenkor nagyon szívesen vállalják az itt dolgozók helyettesítését. Az iskola diákjai a nap folyamán többször körforgásszerűen váltják egymást a disznóvágás helyszínén, ahol számos kérdést tesznek fel a lelkes pedagógusoknak, akik azon munkálkodnak, hogy feldolgozásra kerüljön a sertés. Ezekbe a munkafolyamatokba a vállalkozó szellemű nebulók is bekapcsolódhatnak. Ez most már ugye több éves hagyomány nálunk, és most már feladatokat nem kell leosztani, mert minden évben mindenki tudja most már a dolgát. Mi azt tapasztaljuk egyébként, hogy a gyerekeket továbbra is ugyanúgy érdekli, mint eddig. Tehát bármelyik osztály, amikor lejön, mindegyik aktívan szeretne részt venni ezen az eseményen, és nagyon-nagyon érdeklődőek, nagyon szeretik. Éppen most a mostani munkafolyamat, ugye a csontokat vágjuk össze, ebbe is tudunk nekik egy kicsit részt adni. Esetleg amikor a kolbászt bekeverjük, abba is, ahhoz is hozzányúlhatnak egy kicsit, a darálásnál is kivehetik a részüket. Van olyan diák, aki minden évben csak ilyen korlát disznóvágást, és ők nagyon-nagyon érdeklődőek tudnak lenni ebben. Melyik a disznónak milyen része, azokat meg szoktuk neki mutatni, és az teljesen jó. A hagyomány az, ami fontos, ugye a gyökereinkhez próbáljunk visszamenni egy kicsit, és próbáljuk meg nekik is átadni azt, amit mi esetleg gyerekkorunkban tapasztaltunk. Az iskola diákjai közül sokan csak itt az intézmény falain belül találkoznak ezzel a régen akár az egész utcát megmozgató eseménnyel, de akadnak olyanok is, akik a családjuk körében is rendszeresen átélik a manapság már az embereket megosztó disznóvágást. Eddig daráltam, meg egy kicsit vágtam. Igazából jó, élvezem csinálni. Régebben apukámmal szoktam csinálni, és megszerettem. A legtöbb fiatal a majdani ebédet, a kolbászt emelte ki, mint kedvenc disznótoros ételt, aminek az elkészítési folyamatával is tisztában vannak. Ledarálják a hús és sóval, borsa és paprikával ízesítik. A legnagyobb élményt az adja a diákok számára, hogy ők maguk is kivehetik részüket a munkából. Nekem a kolbász a kedvencem, meg a sőtvér. Meg kell sütni, hagyma megy bele, meg a vér, és most nem tudok többet mondani. A dombovári Szent Orsolya Bencés iskola központ célja, hogy többek között a disznóvágás hagyományát továbbadja a diákjai számára. Az esemény megéri a belefektetett időt és energiát, hiszen a nebulók valóban élvezik és érdeklődve figyelik pedagógusaik minden mozdulatát, akikhez sok kérdést is intéznek a nap folyamán.